Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem, és most körbetekintőzni, programajánlózni fogunk, hiszen eljött a csütörtök, ugye most a nagy utazásom során nem tudtam a tagoknak korábban megcsinálni, ezért elnézést kérek, hogy csak csütörtök reggel látják a tagok, és délután pedig mindenki, de akkor vágjunk bele a következő program ajánlóba. No, hát ez most akkor, nem is tudom, hogy hanyadika van, mert beszoktam a dátumot is mondani, 27-től tulajdonképpen, de igazából 26-ától is, 27 meg 7 az mennyi, 34-e, úgyhogy nem tudom kiszámolni, hogy hanyadika lesz jövő csütörtökön, másodikáig. Igazából, de megint kicsit távolabbra fogunk kitekinteni, hiszen ugye vannak olyan programok, amire regisztrálni érdemes, és ezért azt nem érdemes csak az utolsó héten bemondani, hiszen akkor már nem biztos, hogy részt lehet rajta venni. Hát akkor kezdjük Rikári programajánlójával. Egyet még a múlt hétről fogok bemondani, ez most jutott eszembe, hogy ez még ma van ez a program, úgyhogy aki szemfüles és még részt tud rajta venni, vagy szeretne, az ma csütörtökön, október 26-án a Budapesti Hidak Titkai című előadást meghallgathatja a Szabadsághíd Pesti hídfőjénél, a Fővám térnél lévő Hídvám házban. Ez az északi oldalon lévő, tehát a térfelüli oldalon lévő hídvámház. 16 órakor kezdődik, ingyenesen látogatható, regisztrálni nem kell, de létszámkorlát van, 15 főben maximálták, mivel ugye, mint a videómban, korábbi videómban láthattátok, ez talán a világ legkisebb közlekedés történeti kiállítása, természetesen a budapesti hidakról van szó, és nagyon jó kis előadást lehet végig hallgatni. Nem egy ilyen ülős izé, hanem tényleg egy ilyen elég vicces és érdekes történetek vannak a hidak történetéről, meg nagyjainkról, meg mindenkiről, úgyhogy szerintem érdemes, last minute programajánló. Ide be is teszem, mert ezt a mostanihoz nem írtam be, hogy majd a leírásban ott legyen. Aztán egy kicsit előretekintő dolog, most bocsánat, ha kicsit csapongok, kevesebb időm volt vele foglalkozni, meg majd a végén látjátok, hogy csináltam egy elég nagy programgyűjtést, ami egy kicsit előre szól, de most akkor egy novemberi programot ajánlok a figyelmetekbe. Budapesten, a Budapest Egyesítésének 150. évfordulójára, tehát ugye 150 éves a főváros, mármint a egyes városrészei sokkal régebbiek, de így, mint Budapest 150 éve létezik, ugye ezt ünnepeljük idén, hiszen 1873-ban történt meg ez az egyesítés, és hát ennek örömére és ennek alkalmából az egyik ilyen program, egyébként számos kulturális és mindenféle program van, az egyik ilyen program a Buli Villamos. Buli Villamos fog közlekedni, ez nem most a héten, ez novemberben lesz, 16-17-én és 18-án, három napon keresztül. Ha minden igaz, akkor azt hiszem a 47-es vagy a 49-es vonalán fog menni. Csak most én azt a linket szeretném megnyitni. Tehát a 49-es vonalán fog közlekedni, és hát a linken majd megtalálja 17 és 23 óra között. A linken megtaláljátok a részleteket, ha jól tudom, akkor le kell tölteni hozzá valami Én Budapestem appot, és akkor ott lehet rá jegyet venni. Tavaly volt ilyen a körúton, ott azt hiszem nem kellett rá külön jegy, nem tudom meg, mert az egy ilyen tőlem teljesen független szervezés volt, pedig a körúti villamos az én vonalam, de így, hogy most a menetrend szerintibe volt a buli, vagy külön beállítottak egy villamost, én ezt nem tudom. Most külön be lesz állítva, és külön jegy kell rá.
az applikációban lehet majd vásárolni, vagy azt hiszem, hogy már most is lehet. Erre érdemes, akit szeret így bulizni, és szereti a közlekedést, annak ajánlott, úgyhogy ez egy kicsit távolabbi program, de akkor jöjjön a most hétvége, és most megint tekintsünk ki egy kicsit, mert hogy most hoztam a határainkon egy icipicit túlról levő programot is, ugyanis 26-ától 29-ig, vagyis mától vasárnapig Modell Bau messze, ugye Modell vásár van Bécsben, ide, hát nem tudom, aki arra felé jár, szerintem érdemes megnézni, ezek ilyen régen nagyon sokat jártak a magyar modellezők az ilyen osztrák kiállításokra és bőrzékre és vásárokra. Hát én beteszem ide a Facebook eseményt a leírásba. Itt mindenféle modellezésről szó van, repülő, autó, vasút, hajó, és most én ezt nem látom, Messe Platz Wien, a bécsi vásártér, ez hát ott a Práter mögött van valahol, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ajánlom figyelmetekbe ezt a programot, ha Bécsben jártok, vagy hogyha éppen egy bécsi kirándulást terveztetek hétvégére, akkor szerintem érdemes egy ilyet megnézni, főleg ha érdekel titeket a modellezés. Ha már modellezés, akkor térjünk a hazai vizekre és a hazai vasútmodell kiállításra. Mostanában azért már évente elég sok vasútmodell kiállítás van, úgyhogy az ország szinte más, bármelyik részében az ember megteheti, hogy elmenjen vasútmodell kiállításra, anélkül, hogy sokat kelljen utaznia, maximum ki kell várnia, és hát ezeknek egy jó része Budapesten van, úgyhogy most Délpesten, nevezetesen Kispesten a KMU-ban lesz vasútmodell kiállítás hétvégén, péntek, szombat, vasárnap 27-től 29-ig. Nos, fontos, hogy múlt héten mondtam, de most is azért elismétlem, hogy a északiban lévő, ugye a leendő közlekedési múzeumban lévő Kőbányán az északiban bringára váltva kiállítás, ahol a 4 darab Ikaruszt is meg lehet tekinteni, az meg van hosszabbítva november 5-éig, jövő hétvégéig, tehát akár most a héten vagy a jövő héten még el lehet menni. Azt hiszem nincs nyitva minden nap, hét elején talán nincs, talán szerdától vagy csütörtöktől van nyitva, de ott a link, meg tudjátok nézni, ha érdekel, akkor hajrá! Lehet, hogy én is el fogok menni, hiszen úgy tűnt, hogy az utazásom miatt lecsúszok róla, de aztán a hosszabbítás az lehet, hogy lehetővé teszi, hogy én is megnézzem. Megint egy novemberi program, és nem annyira közlekedés, de ugye szoktunk ilyen urbexel, meg ilyen mindenféle ilyen elhagyott helyekkel, meg ilyen várostörténettel foglalkozni. Óvóhely látogatás, ez egy nagyon érdekes program, időről időre lehet ilyenekre menni és jelentkezni. Többek között a csepeli bunkert, ugye a Csepel művek területén lévő bunkert is meg lehet látogatni, oda is rendszeresen szoktak rendezni ilyen szervezett túrákat. Most egy másikat, most egy délbudait lehet majd megtekinteni. November 4-én a budafoki Sörház utcai óvó helyet lehet majd megtekinteni, és azért teszem be most, ugye ez jövő hétvégén lesz, mert ezek ugye azért sokszor létszám korlátosak és regisztrációhoz kötöttek, úgyhogy érdemes tájékozódni, link a leírásban természetesen. A héten, ez most nem a hétvége, hanem a jövő hét, ugye november 1-én minden szentekkor nem nemzeti ünnep, hanem ünnepnap van,
és ezen a napon a Vasúttörténeti Parkba szintén ingyenes a belépő, úgy, mint október 23-án volt. Én nem is tudtam, hogy az ilyen ünnepeken is van, én azt hittem, hogy csak a nemzeti ünnepeken, de hát akkor én rosszul tudtam. Aki spórolni szeretne a belépőn, az menjen november 1-én a Vasúttörténeti Parkba, mert akkor ingyenes. No, hát a nosztalgia programok is lesznek Budapesten ezen a hétvégén, sőt, Budapesten ezen a hétvégén van nosztalgia szezonzáró, ezek után majd csak az ilyen Mikulás vonatok, a fényvillamosok, meg majd ilyenek lesznek idén. Most hétvégén még lehet gőzösözni a gyermekvasúton, illetve most hétvégén még lehet nosztalgia villamosozni. Szombaton az N2-esen a pesti oldalon, vasárnap az N19-esen a budai oldalon, ahogy megszoktuk. Szombaton a 2024-es acélvázas kéttengelyes villamoskocsi fog közlekedni, vasárnap pedig az MUV, ugye ez a modernizált UV, a 3430-as lesz. Vannak veterános programjaink is, nevezetesen három. Ezt én mintha múlt héten is mondtam volna, évzáró oldtimer autó találkozó és café meeting Velencén. Én gyanítom, hogy ezt elhalasztották és áttették valamiért erre a hétre, mert mintha múlt héten vagy ez azelőtt is bemondtam volna. Részletes infót annyit tudok róla, amennyit a leírásban lesz ugye ennek a eseménynek a Facebook eseményén. Ugye oldtimeresek fognak találkozni Velencén, és ha minden igaz, körbe mennek a tavon. Úgyhogy aki oldtimeres és részt szeretne venni, vagy csak meg szeretné nézni, annak ajánlható. A leírásban lévő esemény linken tudtok tájékozódni. Aztán egy következő, ez Budapesten lesz, veterános esemény, Cream of East szezonzáró gurulás. Nézegettem az eseményt és a leírását, egyébként a Bakancsos utcai piacon lesz, a Bakancsos piacon a Flamingo vásártéren szombaton. Ugye ez a Budapest legnagyobb ócska piaca, és én szerettem, én jártam oda régen, és néha-néha még kikiugrok, csak én azért nem szoktam, mert sok mindennel jövök haza, és nem szeretném itt a lakást múzeumi raktárrá tenni, úgyhogy visszafogom magamat, és ezért ritkábban járok ki, de egyébként itt lesz hát délelőtt van a piac, és délután lesz ez az esemény. Azt hiszem 15 órakor, és keleti autók és motoroknak a találkozója, és a gurulást azt nem nagyon értettem, tehát nem volt pontosan leírva, hogy a környékbeli utcákon gurulnak, vagy csak ott benn ugye a piactér, ez egy óriási nagy vásártér, annak a területén gurulgatnak. Minden esetre akit érdekel, az menjen el és nézze meg. A videósoknak annyira csak részben ajánlom, mert valami olyasmit írtak, hogy valamilyen szerzői jogi dolgok is oda vannak írva, és mintha nem lehetne közzétenni az ott készült videókat, ami nekem egyébként teljesen furcsa egy ilyen nyilvános eseményen, de hát az a szervezőknek a szíve joga. Ha gurulnak a közterületen, akkor biztos, hogy közzé lehet tenni, mert azt nem lehet megtiltani a közterületi, hogy hívják ott. Ha bent van, akkor ugye az már magánterület, ott már egészen más, ott tényleg azok a belső szabályok vonatkoznak. Úgyhogy ez a része nekem kicsit furcsa, de aki nem videózni akarja, én ugye mindig videós szemmel nézem ezeket a dolgokat, aki nem akarja videózni, csak nézegetni, meg gyönyörködni benne, meg csodálni, meg nosztalgiázni, annak teljes mértékben ajánlható az esemény, aki pedig videózni akar, az maximum visszafogja magát, hogyha nem lehet. Hát az majd az a speciális rétege a nézőimnek, megnézi a leírást, vagy megkérdezi ott helyben, hogy akkor mi a pontos helyzet. Veterán autó és motoralkatrész bőrze lesz ezen a hétvégén is, szombaton, Kecskeméten. Link a leírásban. Egy bőrzéről nem tudok többet mondani. Csak az, hogy mikor lesz és hol.
Na, még egy dolog, amit már korábban mondtam. Klösz György szabadtéri fotókiállítás a Fiumei úti sírkertben, ugye ez egy rendhagyó fotókiállítás. Ugye Klösz György nagyon sokat fotózta annak idején az elmúlt századfordulón Budapestet, vagy környékén, és nagyon jó képei vannak, úgyhogy érdemes megnézni. Október 31-ig látogatható, tehát ez ugye a halottak napjáig, minden szentek kor már végig a kiállításnak lebontják, úgyhogy aki nem tette, de érdekli, az még megteheti, és elmehet erre a programra. És akkor végezetül egy hosszú felsorolás, csak így gyorsan összeszedtem nektek, pont azért, mert hogy a legtöbb kisvasúton vagy szezonzáró, vagy téli menetrend lesz mostanában, egy néhány van, ami már nem közlekedik. Úgyhogy összeszedtem nektek a hazai kisvasutakat, hogy mi a helyzet. Már amiről találtam infót, mert van olyan sajnos, amiről nincs teljesen pontos információ. És akkor ezt gyorsan elmondom. Kezdem a magam felé hajlik a kezem, ugye a Budapesthöz legközelebbiekről. Hát a gyermekvasutat külön szerintem nem kell említeni, azt ismerjük, hogy egész évben közlekedik, csak ugye a hétfőn szokott lenni szünnap. Azt hiszem, hogy régen mindig egész évben volt hétfőn szünnap. Most azt hiszem a nyári szezonban nincs, de hát ugye mivel most a téli szezon jön, ezért hétfői szünnappal számoljatok, az egész héten közlekedik, viszont ugye a nosztalgia az most már csak a héttel, ezen a hétvégén lesz, és hát nyilván a téli szezonban ritkábban, de a gyermekvasút az látogatható, ez szerintem külön nem is kell emlegetni. Budapesthez legközelebb a gyermekvasút után a Királyréti van, ugye a Szobi zónázóval megközelíthető. Október 31-ig még hétköznap is közlekedik, utána a téli menetrendben csak hétvégén fog közlekedni. A Börzsönyben ugye két másik kisvasút is van, az egyik, amelyik nagyon közel áll a szívemhez, az ugye a Kemencei Erdei Múzeumvasút. Október 29-ig, tehát most vasárnapig közlekedik, és ugyanez igaz a Szobi kisvasútra is, úgyhogy szombaton és vasárnap ezekkel még lehet utazni, utána meg kell várni a következő szezont, illetve Kemencén szokott lenni Mikulás vonat is, de addig nem nagyon lesz vonatozás, illetve hát én most nem tudom, ez mennyire nyilvános, én ugye Kemencén a kisvasutak baráti körének tagja vagyok, és nekem írták, hogy lesz novemberben ilyen pályafenntartós, ezért lehet menni krampácsolni, és olyankor szokott lenni vonatozás is, bár most nem biztos, hogy lesz, mert úgy látom, hogy a telephelyen lesznek a munkák. Ez majd novemberben lesz, én majd meglátom, hogy el tudok-e menni, jó lenne, mert már nagyon rég, már évek óta nem voltam, pedig imádom. Jó, persze ez nem a vonatozásról szól, hanem tényleg, hogy krampácsolunk, csinálgatjuk a kisvasutat, ilyen önkéntes munka, de érdekes. Na, ha ráérek akkor novemberben, azon a hétvégén, akkor elmegyek, aztán csinálok csidejót is. A további börzsönyi kisvasút, a nagy börzsönyi, ami ugye igazából egy hálózat a Szobival, de ugye a déli, tehát a lenti meg a fönti fele az külön üzemeltető kezében van, ezért kicsit más is az üzemidő, bár a vonatok össze vannak hangolva azokon az üzemnapokon, amikor mind a kettő közlekedik, de a nagy börzsönyi az egy ünnepnappal tovább közlekedik, mert az november 1-én is fog még közlekedni a felső része a kis vonatnak, az alsó csak most vasárnapig a Szobi. Aztán a Mátra vasúton november 5-ig van meghirdetve az őszi menetrend, de 1-én nem közlekedik, tehát vannak olyan kisvasutak, ahol 1-én szünnap van a minden szentekkor. És nem tudom, hogy téli üzem van-e, korábban volt téli üzem, ez nincs, én nem láttam az oldalon meghirdetve. A felső tárkányi kisvasút, ugye Egertől nem messze a Bükkben, november 1-éig közlekedik. Ezek jellemzően mind csak hétvégi
üzemnapok, ahol közlekedik hétköznap is, azt külön mondani fogom. Illetve a szilvásváradi, az október 31-éig hétköznap is közlekedni fog. Itt ez a három az Egererdőhöz tartozik, amiket felsoroltam, a link, közös linken érhető el a menetrendjük, a menetrendjeik. Nézzük egy kicsit a Csucsú vasutat is, mert hogy a felcsúti kisvasútra is érdemes ellátogatni, akármennyire is ugye át van politizálva ennek a létrejötte, meg ennek az üzeme, meg sokan nem szeretik, attól még ez egy aranyos, jópofa kisvasút. November 3-áig, vagyis péntekig van az őszi menetrend. Én nem tudom, nekem az rémlik, hogy az is megy télen, de nem láttam a honlapon. Minden esetre érdemes itt a linket megnézni, és hát, ha frissítik. De most ugye még a héten lehet vele utazni, és mivel 3-áig van, úgy veszem ki, hogy az hétköznap is üzemel. Miskolcon november 5-éig van az őszi menetrend, a Láevnél, a Lilafüredi kisvasútnál, és ott van munkanapi üzem is, azt hiszem majd a téli menetrendben nem lesz, de az még nincs kitéve, akkor csak hétvégi vonatozás lesz, ha jól emlékszem. És szintén ugye szintén a térségben ugye a Borsodobó Zemplén megyében fent az északi Csücskön Pálházán, ugye a pálházi kisvasút közlekedik november 5-éig naponta, és majd utána még két hétig, november 19-éig csak hétvégén fog közlekedni, aztán jön ugye a téli szünet, és majd csak a következő évi szezonban indul újra. A Tiszakécskei kisvasút, kicsit így most akkor megyünk az Alföld felé, bár nem a tájegységek szerinti sorrend volt a célom, hanem inkább próbáltam valamennyire időrendbe tenni, hogy melyik kisvasút meddig közlekedik. Az nem 100%-osan sikerült. Tiszakécskeiről nincs pontos információ a szezon hosszáról. Annyi van, hogy az őszi menetrend, vagy évvégi menetrendben csak szombaton közlekedik, de hogy ez meddig, azt nem tudom, mert a nyári menetrendnél sem volt sajnos kiírva, hogy meddig érvényes, és én pont egy üzemszünetbe beleszaladtam, mert pár nappal előtte, vagy egy héttel előtte néztem meg, és akkor nem volt benne, úgyhogy érdemes tájékozódni, mielőtt mentek. Az évvégi menetrend valamikor ősszel meghirdették, hogy ez lesz, de hogy ez meddig érvényes, azt nem tudom. Tehát nem tudom, hogy ott van-e téli üzemszünet. Minden esetre, ha megy a kisvasút, akkor szombatonként, és esetleg érdemes, ott van Facebook oldaluk, ott érhető el leginkább a honlapjukat, tegnap nem bírtam megnyitni, amikor ezt összeírtam, és ott esetleg érdemes megkérdezni, ott lehet üzenetet írni, hogy akkor megy a kisvasút, vagy ilyesmi. A másik ilyen icipici kisvasút a pécsi közlekedik, de novembertől már csak vasárnap. Most azt hiszem ezen a hétvégén mind a két nap megy még, és novembertől csak vasárnapi napokon. Ez icipici kis rövidke kisvasút, de nagyon jó pofa, érdemes vele utazni egyet, aki arra jár. Alma melléki kisvasút a Zselicben, hát ide nem olyan könnyű eljutni, hát autóval persze el lehet, akár még Budapestről egy nap alatt is. Itt annyit tudtam kideríteni, hogy szombat-vasárnap közlekedik, 3 vagy 4 fordulót tesz a vonat, de ott sincs megírva, hogy van-e szezonalitás, úgyhogy abból nekem az jönne le, hogy egész évben közlekedik, de ott is érdemes érdeklődni, hogyha így a téli szezonban mentek. Aztán vannak olyan vonatok, vasútvonalak, kis vasútvonalak, amik csak részben vagy egyáltalán nem látogathatók. Például a kaszói a Somogyban, vagy a kaszói erdőben, ez rendezvények idején közlekedik, illetve hát gondolom, hogy külön vonatot, tehát csoportot, ilyet biztos, hogy lehet intézni, ezt külön nem mondom.
De viszont rendezvények során ugye egyénileg is lehet rajta utazni. Most legközelebb egyébként november 11-én lesz Márton napi Liba lakoma kisvas utazással, akit érdekel. Ugye ez egy korlátozott létszámú történet, ebbe kaja is van, meg minden, biztos jó kis program, akit érdekel, link a leírásban. A Mesztegnyői kisvasúton szintén Somogyban sajnos üzemszünet van, már azt hiszem, hogy 2 éve. A Csömödérin is úgy van üzemszünet ott, hogy szeptember 30-áig járt, úgyhogy az oda majd jövőre lehet kisvasutazni menni. A Nagycenki kisvasúton, amiről már beszéltünk, ugye annak múlt hétvégén volt a szezonzárója, a következő üzemnap az a Mikulás vonatozáskor lesz december elején, aminek most majd visszakeresem, googlizással nem találtam meg a linkjét. Csapongunk a ország térképén, most megint megyünk keleti irányba, Debrecenbe. Debrecenben 2 kisvasút is van, de egy picike és egy nagy kisvasút. A nagy kisvasút a Zsuzsi kisvasút, vagy Zsuzsi erdei vasút, az menetrend szerint pillanatnyilag nem közlekedik, csak előzetes megrendelése, tehát külön vonat rendeléssel lehet rajta utazni pillanatnyilag. Viszont van egy kis tesója a debreceni Vidámparkban, aminél azt írják, hogy október 31-ig lehet látogatni, és van egy olyan kitétel, hogy az őszi szünet minden napján, ez valószínű úgy értik, hogy október 31-ig, de ha érdeklődtök, akkor biztosan megmondják, hogy mert ugye az őszi szünet most november 3-áig tart, meg még ugye a 4-e, 5-e a hétvége, hogy akkor most jövő hétvégéig lehet, vagy csak keddig kis vonatozni, ezt így nem tudom megmondani, de még ott is, most még a napokban, most hétvégén biztos, hogy lehet. Hortobágyi Halastavi kisvasútról egy nagy kérdőjelet tudok csak mondani, nem találtam róla pontos információt. A menetrend szerinti forgalom nincs, de hogy lehet, gondolom rendezvényeknél valószínű, hogy lehet rajta utazni, vagy külön vonatozni, külön rendezvényeknél. Ez egyébként az ilyen ökoturisztikai történet, tehát önmagában a kisvasutazásért kevesen mennek oda, ilyen madárles, meg ilyen dolgok szoktak lenni. Egyébként egy olyan, hogy csak oda-vissza lehet utazni, tehát nincs olyan, hogy ott leszállsz és ott maradsz, mert hogy ezek ilyen szigorúan védett természetvédelmi területek, meg üzemi területek is, mert ugye a Halastóban halászat is folyik, meg haltenyésztés. Na. A vége felére maradt Balatonfenyves, ami egész évben közlekedik. Éppen ezért ezt külön programként így nem szoktam javasolni, hogy a leginkább nyáron szokták látogatni, de azért Balatonfenyvesen lehet egész évben nyaralgatni, telelgetni, és hát ugye a közelben Csisztán gyógyfürdő van, és hát Somogy-Szentpálon ott nem tudok idegenforgalmi látványosságot, de aki csak kisvas utazni megy, Somogy-Szentpálra is mehet, vagy akár Csisztára. A csisztai vonal azt hiszem egy picit rövidebb, de nem vagyok benne biztos. Gemencen október 29-éig, bocsánat, tehát most vasárnapig nyári menetrend van, november 3-ától pedig december 2-ig lesz a téli menetrend, tehát ott elég hosszú a szezon, de utána ezek szerint szezonzárás lesz, és a téli menetrend az olyan, hogy péntek, szombat, vasárnap lehet utazni, gőzös nincs, de kis vonat, kis C50-es van. Hát azt hiszem ennyi, hogy a Gödöllői kisvasútnál sajnos ott megszűnt a forgalom, és majd máshol állítják össze, és akkor vannak ezek a nagyon pici kisvasutak, amiket most nem mondtam külön, de majd ki fogok rá legközelebb térni, az ilyen a Medveotthonban is van, azt hiszem Veresegyházon kisvasút,
A sziget halmon, nem sziget halmon, sziget csépen, valahol a Csepel szigeten is van egy ilyen, nem is tudom, ilyen vadaspark, ott is van egy picike, ilyen icipicike kis vasút, tehát majd ezekre is ki fogunk térni, ha ugye ezek nem alkalmi programok, úgyhogy ezeket majd egy következő programajánlóba ajánlom nektek, illetve hogyha valamit kihagytam még, mert volt egy kalandpark valahol az osztrák határnál, Kőszeg, Szombathely környékén, és ott is épült valami nagyon pici kis kisvasút, de érdekes, hogy azt sem nagyon jegyzik így a vasútmániás körökben, inkább ilyen kis, hát játéknak nem mondanám, de ilyen kis egyszerű kis vonat közlekedik. Na minden esetre, ha ezekről tudtok bővebbet, akkor írjátok itt meg. Én pedig nagyon megköszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy ezzel a kis videóval tudtam segíteni, idézve Zoli bácsit Békésről, úgyhogy remélem, hogy találtok kedvetekre való programot, kellemes hétvégét nektek, és sziasztok, jövök jövő héten is a programajánlóval, Rikári voltam. Csüssz!